Én úgy gondolom, hogy folytatni kell azt a munkát, azt a közös munkát a farmerokkal, hogy valamilyen változás történjen ezen a területen, hiszen ha nem történnek változások, könnyen lehet, hogy Szlovákia nem, már most elvesztette gyakorlatilag élelmiszer önállatottságát, de azt lehet mondani, hogy akár feladja élelmiszer biztonságát. És nyilván vannak olyan szakmai megoldások, amellyel meg lehet állítani az ágazat hanyatlását, ehhez viszont politikai akarat kell. Jelen pillanatban a uralmon lévő pártoktól nem ezt látjuk, hogy akarat lenne. Egyrészt felemelni az agrárszektort és az élelmiszer szektort abból a mélységből, ami talán esélyt adhat a vidék élhetőbbé válásához is. Mindezt azért mondom, mert az élelmiszer ellátottság 37%-osra süllyedt a szlovákiai termékekből természetesen. Másrészt pedig, amit már itt is elmondtam, az állami támogatás mértéke, és itt most elsősorban nem az Európa Uniós támogatásokra gondolok, a földalapú és egyéb támogatásokra, hanem valóban az állami ösztönzők, az állami támogatás mértéke olyan kicsi, hogy nem ad esélyt a szlovákiai gazdálkodóknak, és nem konkurencia képesek, még a V4 keretén belül se. Tehát ezeket a problémákat kéne elsősorban oldani, mégpedig egyrészt rendszer szintű intézkedésekkel. Amit még látunk, hogy például a mezőgazdasági minisztériumnak nincsenek regionális szervei, minden Pozsonyba dől el, gyakorlatilag el kell mondanom, hogy nincsenek valamilyen igazgatóságok, tanácsadó szervek, testületek regionális szinten, akik esetleg valamilyen módon segítenék ezeknek a farmeroknak, gazdálkodóknak a munkáját, így aztán nincs is visszacsatolás, vagy nem akarnak tudni a problémákról fönt Pozsonyba, vagy egyszerűen nincs meg az akarat, nincs meg az az irány, különböző okokból, talán éppen egyéni gazdasági okokból, hogy ezt az ágazatot felemeljék a sárból. Mi teljesen mértékben kiállunk, ahogy említettem, a vidék jövőjéért, a vidék megmaradásáért, a családi gazdaságok, a középszintű gazdaságoknak a megmaradásáért, ezeknek a fejlesztéséért, és azért, hogy végre Szlovákiába ne behozott másodlagos minőségű élelmiszereket fogyasszunk, hanem törekedjünk az önállátottságra hazai termékekből.